Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják. Köszöntöm nézőinket! Kodály Zoltán születésnapján december 16-án ünnepli az ország a magyar kórusok napját. Ebben az alkalomból szervez évek óta Szekszárdon találkozott a Gárdonyi Református Kórus. Az idei találkozó kapcsán beszélgettünk többek közt arról, mi okozza az utánpótlás problémát a magyar kórus mozgalomban. Nem harsuna. A szekszárdi házigazda a Gárdonyi Református Kórus nyitotta meg a találkozót, melyre évek óta az ország számos pontjáról hívnak kórusokat és szakembereket. Idén a Kodály Társaság elnöke Kertész Attila tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt, akivel arról beszélgettünk, vajon tényleg válságot él meg a magyar kórus mozgalom. Ahol érzem, hogy komoly probléma van, az elsősorban az általános iskola, az általános iskolai kórusoknak a megjelenése létszámmal nagyon-nagyon lecsökkent, és hát végül is az alapot ők adnák. Amit már középiskolában sokkal jobb a helyzet, és ami még problémát jelent, az a nagyon nagy számú énekzene tagozatos iskola, amelyek még a 80-as évek végén ugye nagyon, nagyon komoly létszámban voltak az országban, ez a létszám lecsökkent körülbelül olyan 70 főre, tehát körülbelül most 70 iskolában van énekzene tagozatos oktatás, középiskolában még jobban 10-12 iskola van az országban, ahol az énekzene tagozatos oktatás folyik, valamikor 40 gimnáziumban folyt ez, így többek között itt is a Garaiba, stb. Tehát itt mindenképpen látom a problémát. Most ez megmutatkozik az éneklő ifjúságra jelentkezők számában is. Ezzel szemben, mondja Kertész Attila, az elit olyan magas színvonalon énekel ma is, hogy a sikerek elnyomják a problémákat. De lassan ez a korosztály kikopik, és ha nem lépünk gyorsan, nem lesz utánpótlás. Az énekzene tanítás, azt úgy gondolom, hogy nem az általános iskolában indul, hanem az óvónőknek kellene nagyon szépen énekelni, és megtanítani a zenei kincsünket, a gyerekjátékokat, gyerekdalokat, játékokkal együtt. Én ezt tartom nagyon fontos dolognak, és az, hogy énekeltessék a gyerekeket, szerettessék meg a zenét alsó tagozatban és a felső tagozaton is, és ha csak Szekszárdot vesszük, nagyon kevés az olyan énektanár, akit támogatnak, és kórus tud alakítani, tehát akkor a felnőtt kórusokban nagyon kis, kevés lesz az esély arra, hogy éneklő diákokat tudjunk megszólítani. A mai oktatáspolitika nagyon felelős ezért. Ez a heti egy énekóra az általános iskolákban, ez semmire nem elég. Az énekzenei általános iskolák egyre többen megszűnőben vannak, és emiatt van az, hogy a kisgyereket nem szoktatjuk kiskorában arra, hogy mit is jelent az, hogy közösen énekelni, hogy milyen lélekfelemelő, micsoda közösségformáló, és micsoda logikai gondolkodásfejlesztő, memóriafejlesztő az a kórusban való éneklés. Felajánlottuk a segítségünket nagyon sokan, én magam is, a Magyar Kodály Társaság elnöksége is az új nemzeti alaptanter vonatkozásában le is írtuk a véleményünket. Most ugye, hogy elindult, ez pozitívnak tűnt ez a mindennapos éneklés, de a mindennapos énekléshez olyan megszállott tanárok kellenek, akik nem kellett ezt meghirdetni. Én mindennapos éneklést csináltam annak idején, amikor tanítottam középiskolába. Tehát a tanárképzés vonatkozásában is mindenképpen előre kell lépni. Amit pozitívumnak látok, hogy
a zeneiskolai oktatásba azért ez belépett. Tehát a zeneiskolai oktatás valahol emeli azt a részt, valahol a szülők is rájöttek, diákok is rájöttek, hogy a zeneiskola valahol pótolhatja azt, amit a közoktatásban elszenvedett ez az ügy. Partner intézményünk a Szekszárdi Zeneiskola, és a zeneiskolai tanárok felkészítő munkájának köszönhetően az egy óra belőlünk sorozat keretében élő zenével találkoznak a diákok, nem csak ifjúsági hangverseny sorozat keretében 9-10. osztályban, hanem évente 3 alkalommal. Ennek a kórusmozgalomnak az elsődleges szempontja, hogy közösséget formálunk, fejlesztünk, mert ha a tag nem érzi jól magát abban a közegben, ahol dolgozik, ahol ebben énekel, akkor nem jár. A gyerek csak akkor jön rá, hogy ebben van valami szép, ha van valami sikerélménye. Ha soha nem viszi oda senki énekelni, hát akkor nem fog magától jelentkezni, hogy szerepeljen, vagy énekeljen. Sokan gondolják úgy, hogy a Hanuka a zsidó hit adventje, pedig ez nem így van. A zsidóság talán legismertebb ünnepének tiszteletére rendezett koncerten az eredetére is fényderült, mint ahogy arra is, hogy az idén véletlenszerűen egybeesett a két ünnep, aminek az esten fellépő amerikai főkántor szerint különleges jelentősége is van. A Hanuka a zsidóságnak az egyik legnagyobb örömünnepe. Eredete abból adódik, hogy a zsidó seregek a megszállókon fényes győzelmet arattak, és a nép zsinagógába várta a győzelmet, és egy csepp olajuk volt a világításhoz, és ez az egy csepp olaj, ez a győzelem igazán 8 napig kitartott. Ennek az emlékére van a Hanukának a kezdőnapjától 8 napon keresztül minden nap egy darab hanukai gyertya gyújtás. Hanuka a fény és a szentély újraolvatásának ünnepe, és semmi köze sincs a karácsonyhoz sem, és az adventhez sem. Mégis idén egybeesett a két dátum. Norman Brody floridai főkántor azt mondja, ez egyfajta jelzés arra, hogy a zsidóknak és a keresztényeknek össze kell fogniuk, mert jelen van egy harmadik világvallás, mely mindkettőre veszélyt jelenthet. A Hanuka és a karácsony olyan ünnepek, melyek képesek volnának arra, hogy szabadságot és békét hirdessenek közösen a világban. A Hanuka a fényünnepe, ami az egyesülésről szól. Mindegy, milyen vallása van az embernek, keresztényként vagy zsidóként is egy valakit várunk, aki békességét hoz majd az embereknek a földre. Össze kell tehát fogni zsinónak és kereszténynek, hogy nehogy eltaposson bennünket egy harmadik vallás, aminek megvan az esélye, mondja Norman Brady. Lakatos György, Amerikában élő magyar gitárművész, aki szerint a magyarországi, vagy inkább a kelet-európai zsidó közösségek őrzik leginkább azokat a zenei hagyományokat, melyek népszerűvé tették a zsidó zenei kultúrát. Én Amerikában élek, és én másképpen látom itt Európában. Itt jobban előrébb, tehát többször előrébb jön a zsidó zene és a hagyományok, úgy mondanám, soha nem hal ki. Most mivel Hanuka koncertek vannak, és Hanuka volt így még többre ünnepeként, de ünnepeken kívül is sábászokon, péntekeken mindig előidéződik a zsidó zene. Tehát itt nem annyira hal ki, mint
mondjuk külföldön vagy másutt a világban. Főként a fiatalabbak is kezdek érdeklődni többnyire a kultúrával kapcsolatosan, és szeretik ezt az zsidózenét, és ők is tanulják, tehát a generációtól generációra megy, nem hagyják ki, úgy mint például megint visszamegyek Amerikába, vagy mondjuk az én fiam, ő már lehet, hogy nem fogja, az unokám nem fog, de itt azért megy hagyomány, van egy tradíció ennek a zenének, és a hagyománynak is a zenének. Minden zenének van egy tradíciója, és van egy története, ez a lényeg az egésznek. Nugdadi Gergely főkántor aztán túlmutatott a liturgikus énekeken is. Olyan szerzőktől énekelt, mint például Seres Dezső, aki műveiben újra és újra az autentikus zsidó zenei motivumokkal ötvözte a kor zenei ízlését. Az Értéktár Bizottság második féléves munkája is szerepelt a Tolna megyei közgyűlés idei utolsó ülésének napirendjei között. A beszámoló szerint Bikácson és Szedesben is megalakult a helyi Értéktár Bizottság, így a 109 településből már 63-ban foglalkoznak az értékek feltárásával, amiből eddig 418-at vettek fel a megyei értéktárba, idén 13-at. Az országban elsők között alakult meg, és már 7 éve működik a Tolna megyei Értéktár Bizottság, csak idén 13 új értékkel gazdagodott a Tolna megyei jegyzék, így összesen már 418 értéket tartanak nyilván. A munkát országosan is példaértékű módon segíti a diákság. A közoktatási intézmények körében már évek óta értékvetélkedőt szerveznek. Az erre hangolódó rendezvényt a közelmúltban Siógárdon tartották. A cél, hogy idén a népművészeti értékek felé tereljék a fiatalokat, és ebből a kategóriából szülessen több jó felterjesztés. A megyei közgyűlés egyhangulag fogadta el az Értéktár Bizottság második féléves beszámolóját. Nagyon büszkék vagyunk Tolna megyeiekként erre a mi kis értéktárunkra, hiszen egyrészt úttörők vagyunk szinte a folyamatban, országos szinten is állítom bent vagyunk az első 3 olyan megyébe, akik lefedettségbe, mennyiségbe, minőségbe olyan munkát végeztek ezen a téren, ami kimagasló. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben rohanó világban ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Így, hogy belevágtunk ebbe a történetbe, most érezzük, hogy mennyire igénylik az emberek, a települések, szervezetek, civil szféra. Szinte mindenki pozitívan fogadja, és mindenki beleáll, és mindenki keresi maga körül azt, amit érdemes továbbadni a majd a gyerekeinek és az unokáinak, és ez nagyon nagy érték. Először ez nem tűnt ennyire egyértelműnek és egyszerűnek, de amikor kiderült, hogy megyei elnökként én nyugodtan kijelenthetem, hogy nem ismerem Tolna megyét, mert annyi mindennel szembesültem ebben a folyamatban, hogy elképedtem, hogy úristen, ez Tolna megyében van, hát akkor gyorsan körbe megyünk, meg megnézzük, meg segítünk mindent ebben a folyamatban, mert nagyon-nagyon fontos dolog ez. Unokáink, gyerekeink így fogják tovább tudni vinni azt a kulturális, meg társadalmi örökséget, amit mi alapoztunk meg, és így tudnak majd ők is gyereket nevelni, és el fogják tudni mondani, hogy dédapád itt volt, dédanyád ezt csinálta, ez az építmény az egyik ismerősünknek a műve, tehát ez egy nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon kell a kohézió ebben a rohanó világban, és a társadalom igényli ezt, hála Isten.
Tolna megye 109 települése közül már 63 vesz részt az értéktári tevékenységben, ugyanakkor sok helyütt még mindig nem érzik ennek fontosságát. Erőszakkal nem fogunk tudni semmit tenni, ez ügyben nem is kell szerintem. Hogyha igen, különbözők a közösségek is, tehát vannak erős közösségek, ahol erős az identitás, komolyan gondolják azt, hogy ők az adott településen lakó emberek, ott általában egyszerűbb a dolog, mert előkerülnek az elrejtett értékek, föltárnak bizonyos dolgokat. Ott, ahol nem ennyire erős a kohézió, ott már nehezebb a dolog, és vannak olyan települések, akik egyelőre nem érdeklődnek ez iránt a munka iránt, vagy ez iránt a tevékenység iránt. Nem tudom megmondani, hogy ez abból adódik, hogy a vezetők nem akarják fölkarolni a dolgot, vagy pedig abból adódik, hogy nincsenek ilyen értékek. Ezt mondjuk nehezen tudom elképzelni. Saját kisvárosuk kicsinyített mézes kalács mását sütötték ki és építették fel a gyönki önkéntesek. A településen hagyomány, hogy karácsony előtt, az adventi időszakban ezen a különleges kiállítással várják a látogatókat. A mézes kalács városhoz mindenki hozzáteszi a magáét. Volt, aki a könyvtárat, más a polgármesteri hivatalt sütötte ki, megint más pedig a saját házát készítette el. A különleges kompozíció megalkotói közül a legfiatalabb, a 2,5 éves, a legidősebb pedig már 70 is elmúlt. Ritka látvány fogadja azokat, akik az adventi időszakban betérnek a gyönki evangélikus templomba. A kisváros jellegzetes épületeivel találja szembe magát az érdeklődőit. A helyi Német Nemzetiségi Egyesület szervezésének köszönhetően régi hagyomány Gyönkön, hogy karácsony előtt mézes kalácsból készítik el a település kicsinyített mását. 7. alkalommal szerveztük meg az édes gyönk mézes kalács kiállítást, az gyönki életképeket, és most kiegészítő kiállításként keresztelő és esküvő kiállítás van mellé. Az egészen különleges látványnyújtó, illatozó kiállítást minden évben sok-sok ember több heti munkája előzi meg. Egy jó 2 hét, november 13-án kezdtük a tésztagyúrással, és most végeztünk a tegnapi nap. Tegnap az utolsó simítás volt egy-egy mézes kalácsházikon. Magát a házakat olyan 30-an készítettük, viszont maga a kiállításnak, az egész mézes kalácsnak az elkészítését gyerekek is készítették, amit meg lehet nézni. Az úgy történik, hogy 2 héten keresztül jöhetnek a gyerekek mézes kalácsot díszíteni, és a szebb alkotásokat kiállítjuk nekik is, hogy legyen kedvük hozzá, hogy jövőre még többet akarjanak díszíteni. A mézes kalács település nem csak megalkotni nagy munka, a tulajdonképpeni gyártást ugyanis célszerű alaposan megtervezni, így elkerülve azt, hogy például ugyanabból a jellegzetes gyönki épületből 2 készüljön el. És természetesen a méretarányokat is egységesítik a remek mű megalkotói. Amikor elviszik a tésztát, akkor általában megbeszéljük, hogy ki mit szeretne, és megbeszéljük, hogy mekkora legyen, hogy arányosan legyen a kiállításon, ne ilyen nagyon pici vagy nagyon kirívó nagy épület legyen. Először is, mivel általában nagyobbak az épületek, és a templom klímája nem igazán engedi meg, hogy csak úgy magába álljon, egy dobozzal szoktuk rá ragaszgatni a mézes kalácsot, így biztos, hogy nem fog összedülni 2 héten belül. És tehát megtervezzük, hogy mekkora legyen a doboz, hogy akarjuk az épületet rárakni, és így folyamatában adja magát akkor már a munka. A mézes kalács település megalkotói olyannyira komolyan veszik a munkát, hogy többen közülük hivatásos cukrásztanfolyamon is részt vettek már, hogy minél tökéletesebb mézes kalács épületeket tudjanak az adventi időszakra megépíteni. Minden évben van, ami elmarad, valami új van benne, és minden évben egy kicsivel szerintem szebbek, nagyobb a gyakorlat, de ehhez legalább 2 napot próbálunk normálisabban sütni, és díszíteni főleg. Tehát nem esünk neki egyből a házakat, az apró süteménnyel kezdjük, hogy nekünk is belejöjjünk.
A Médeskalács Városka nem csak a szemek gyönyörködtetni hivatott, az alkotások minden évben nem egy célt is szolgálnak. Jótékonysági célra ajánlottuk fel a maradék mézeskalácsot. Van, aki visszakéri, van, amelyik, amit a gyerekek csinálnak, természetesen azok az osztályok kapják meg, de a rászoruló gyerekek kapják meg. December 19-én lesz egy ünnepség Gyönkön, és akkor azok a gyerekeknek fogjuk szétosztani. Gyönkön hagyomány az is, hogy az adventi időszakban a település házainak kincseiből, a helyiek emlékeiből, őseik egykori használati eszközeiből kiállítást állítanak össze a szervezők. Régi esküvői képek a Gyönkön élt, valamikor élt német családoknak a képei. Úgy hozták össze a faluból az emberek, hogy legyen kiállítva a keresztelő kiállítás része, nem csak a sváb részről, hanem felvidéki és székely részről is van egy pár tárgy kiállítva. A gyönki Mézeskalács város és az ahhoz kapcsolódó fotókiállítás tehát december 19-ig tekinthető meg. Utána a süteményvárost szétbontják, hogy jótékonysági célra használhassák fel. Különleges élményben lehetett része a Héttorony Fesztivál résztvevőinek Pakson. Az igazán különleges atmoszférával bíró Szent Lélek templomban adott koncerten Kubinyi Júlia Rusticó albumát hozta el és mutatta be a közönségnek. Kubinyi Júlia, Szokolai Dongó Balázs és Zimber Ferenc trió formációja magyar népzenei alapokon nyugvó kamarazenét játszik, amelyet a pillanatban születő népzenei megoldások tesznek izgalmassá, azaz az improvizáció. Kubinyi Júlia már 10 évesen benne volt a népzenei koncertéletben, hiszen a Dűvő zenekar énekeseként rengeteg helyen játszottak. 2018-ban izgalmas mértföldkőhöz érkezett, amikor a trió közös Rusticó című lemezén újraértelmezték a népi hangzás világot. A Rusticó nevű koncertet hoztuk el ma ide Szokolai Dongó Balázssal és Zimber Ferenccel, akikkel nemrégiben csináltunk egy ugyanilyen című lemezt. Tulajdonképpen magyar népzenét játszunk, egy picit talán formabontó ez a hangszerpárosítás, hogy a cimbalom mellett népi fúvós hangszerek szólalnak meg. De számomra nagyon kedves ez a trió formáció, és azt gondolom, hogy egy páratlan zenészekre akadtam, és nagyon szívesen dolgozom velük. Az alap az, hogy magyar népzenét játszunk, kicsit több improvizációval és talán egy picit szokatlanabb formában. Nagyon régen ismerjük egymást, Ferivel az Állami Népi Együttesben dolgoztam együtt több éven keresztül, Balázzsal pedig 2015-ben csináltam az első szólólemezemet, és már azon ő közreműködött, és nagyon sokat koncerteztünk duóban. Ám tavaly szeptemberben adtuk az első ilyen trióformációs koncertünket a Fonó Budai Zeneházban, és ez a koncert adta nekem az ihletet arra, hogy ennek van jövője, és nagyon szívesen dolgozom velük, és akkor ötleteljünk, csináljuk, és azt gondolom, hogy találtunk egy olyan közös zenei nyelvet, ami sajátos, és mindannyian nagyon szeretjük. Oh.
hagyományos magyar népzenében használatos fúvós hangszerek és a cimbalom virtuóz közös játéka egészen egyszerűen szólaltatja meg a Kárpát-medence egyes tájegységeinek dallamait. Zenei összeállításaikban Székelyföld, Moldva, Mezőség, Nyitra és Somogy zenéje elevenedik meg. Én kislánykoromtól a népzene bűvkörében élek, mondhatom ezt. Édesanyám, mint énektanárnőm is jelen volt az életemben, mikor kislány voltam, a szüleim népi zenekarban játszottak, és nagyon sokat jártak együtteseket kísérni, és mondhatom azt, hogy tulajdonképpen a népzene az első zenei élmény, ami engem olyan erősen megragadott még kislányként, hogy azóta is ebben maradtam. Hoznék vizet szájba a ragozára, kedves édesanyám, menj el az urakhoz. A mai estén főleg székelyföldi moldvai dallamokat hoztunk, illetve lesz Dunántúrról is egy összeállítás, illetve Nyitra megyéből. Mind-mind olyan dallamok, amik így szerintünk nagyon jól megszólalnak. A furúja és a cimbalom, olykor hosszú furúja és cimbalom, vagy esetleg a kecskeduda és a cimbalom párosításban. Különösen szeretek ilyen környezetben énekelni. Templomokban előfordult már, hogy koncertet adtunk, és ez mindig egy sokkal meghittebb és sokkal ilyen ember közelibb talán, és olyan magasztosabb ilyen helyen énekelni, és mondhatom, hogy ez pedig egy különösen nagy öröm, hogy ilyen gyönyörű Makovec templomban adhatjuk elő ezt a koncertet. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!